Az Óbudai Egyetem továbbra is a világ 1200 legjobb egyeteme között szerepel a Times Higher Education nemzetközi listáján. A cél pedig az, hogy a gyorsuló verseny ellenére bekerüljön az első 1000 felsőoktatási intézmény közé. Ebben segíti a modellváltás, amely új lehetőségeket nyitott az egyetem előtt. Erről beszélt az Óbudai Egyetem rektora a pénzügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodás kapcsán. Kovács Levente hangsúlyozta, az egyetem jelenlegi és új képzésein is erősíteni szeretnék a befektetői szemléletet. Műszaki megvalósításokat a piacon lehetőleg a legjobban szeretnénk kamatoztatni, vagyis az innováció menedzsment irányában indulunk el. Ahhoz, hogy ebben felzárkózhasson Magyarország, ahhoz pont a fiatalok részéről kell néha az az új keletű gondolkodásmód és befektetői szemléletmód gyorsító sáv, ha tetszik, ami sok esetben hiányzik egy klasszikus értelemben vett képzésből. Azáltal, hogy a pénzügyminisztériumban és ilyen szempontból gyakorlatilag a központba kerülnek ezek a hallgatók, onnantól kezdve viszont itt is meg tudják honosítani, és itt is igazából tudják terjeszteni vagy kiterjeszteni ezt az innovációmenedzsmenti szemletet. A gyakornokok különböző szakterületeken heti 40 órában dolgoznak majd. Elsősorban a jogász hallgatóink számítanak majd arra, hogy itt esetleg kipróbálhassák magukat. A másik dolog pedig az, hogy a mi egyetemünkön minősítetten fontos az, legalábbis ahogyan a lehetőségeink engedik, hogy hát ne csak szakembereket képezzünk, hanem a hivatásukra az embereket felkészítsük, és ennek azért alapvetően etikai dimenziója van. Az egyetemek hallgatói nem csak a kötelező szakmai gyakorlatot teljesíthetik a pénzügyminisztériummal közös program révén, de olyan speciális területeken is kipróbálhatják magukat, ahonnan átfogó képet kaphatnak a Magyarország előtt álló feladatokról, célokról. Erről már a pénzügyminiszter beszélt. Varga Mihály hangsúlyozta, az elmúlt évek olyan változásokat hoztak a világban, amelyek gyökeresen megváltoztatják a jövőre vonatkozó korábbi elképzeléseket. A változó világhoz mi is tudunk alkalmazkodni, képesek vagyunk arra, hogy ezt a ritmust fölvegyük. Nagyon sok dolog alakítja az életünket. Mesterséges intelligencia, elektromobilitás, digitalizáció felgyorsulása, Internet of Things, ipar 4.0, ahogy sorolhatnám hosszan. Egy változó világban élünk, és a változó világhoz, aki nem tud alkalmazkodni, vagy lassabban alkalmazkodik, az lemarad. A hamarosan induló gyakornoki program fél éves képzést biztosít a hallgatók számára.